Szeretettel köszöntök mindenkit. Van három lányom, öt unokám. A soros üggyel kapcsolatban rengeteg véle változat elhangzott már, ha a lényegesebb az, hogyha ezt a kötelező szétosztást egyszer elindul, ennek sose lesz vége. Ez az egésznek a lényege. És 10-20 év múlva nem lesz Európa. Másik dolog, amit szeretnék. Látom a tévében, meg újságban, Európa Unióban vannak magyarországi képviselők. Vagy EU képviselők. És akkor kérem szépen, azok is Magyarország ellen beszélnek. Na kérem szépen. Hát tegyük fel, hát most milyen madár az, amikor rá fészképen piszkol. Na, és mindenki gondolja utána a maga gondolatát. Ugye? Olyan, vannak különböző. És ez is egy nagyon felelőtlen kijelentés volt több európai ország a vezetőtől, amikor olyan hangokat hallottak, hogy jöhetnek be a migránsok, ugye, láttuk a tévében. Az utolsó, ugye a gazdaság. Ugye amikor 2010-ben az Orbán kormány átvette az országot, hát rengeteg milliárd, ezen milliárd adósság volt az országban, ugye. Nagy nehezen ezt kiküszöbölték, ugye a kormány. Most már kezd álmodni a gazdaság, hogy most már helyreáll kicsit. Na, de azt is figyelembe kell venni az ellenzéknek, kérem szépen, hogy csak addig lehet takarózni, ameddig a takaró ér. Köszönöm szépen!